Legutoljára februárban találkoztunk, amikor még nem volt haja. Meg is mutatom. Itt van ez a gyönyörű szép tabló. Ez is én vagyok, meg ez is én vagyok. Azzal a különbséggel, hogy gyakorlatilag egy homlok a Szebené Pisti. Azóta, ugye ez volt februárban, ez egy júniusi kép körülbelül. Ugye itt már benőtte a haj azt, amit kellett. És most van december 21-e, kiugrottam ide a klinikára, és hát ez lett az eredménye. Hogy akkor is azt mondtam, hogy akit nem zavar az, hogy kapaszkodik férfi létére, az szerintem hazudik, engem is zavart, és azt gondolom, hogy aztán nem biztos, hogy ti egyetértetek vele, de egy 10 évet le lehet tagadni azzal, hogyha az ember úgy néz ki, ahogyan szeretne, az más később, hogy a kedvesének így jobban tetszik-e vagy nem, de én azt hiszem, hogy én nem bántam meg, és nagyon-nagyon örülök, hogy belevágtam, akármennyi minimális fájdalommal is jár, mert azt gondolom, hogy az embernek ugye az önbecsülésének jó tesz, amikor nem azért húz sapkát, hogy ne lássák, hogy kopasz, hanem azért, mert fázik a feje. Szóval most december vége van, eltelt 9 hónap, és ez lett az eredmény. Utassuk már meg, légy szív, még egyszer. Homlok, meg haj. Tehát gyakorlatilag a homlok az ugyanúgy megvan, csak most már van rajta haj is.